Serény Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét! Már is beszélünk a deviza hiteles mentő csomagról, amiről azt mondta a kormány szóvivő, hogy ez még nem a nagy mentőcsomag, hanem azt nem mondta, kis hogy miért. Mentőcsomag. Azt nem mondta, hogy kis mentőcsomag, csak úgy nem a nagy. De mindjárt beszélünk. Előmentő. Lehet, hogy ez egy pre-mentőcsomag, nem tudom. De hát azért azonnal eszembe jutott, ahogy önt megláttam, hogy hát önök alapították a Vakkomondor díjat. És most ez okafogyottá vált, mert már nincs a Vakkomondor. Egészen április 28-ától kezdve a mai napig úgy tudtuk, hogy vannak gonosz vakkomondorok, de legalábbis vakok, akik a Terike nevű nőszemélyeket biztos, hogy fellökik éjszakánként, de úgy, hogy még a korlátba is beleverik a fejüket. Szóval most már tudjuk, hogy nincsenek vakkomondorok. Igen, legalábbis ebben az ügyben nem a Vakkomondor volt a udas, és most már ezt is biztosan tudjuk, hogy Balogh képviselőtársam elismerte, hogy többször a közepesnél erősebb ütést, ez is egy nagyon érdekes megfogalmazás, hogy ez az ő kitalálása, de hogy miért a feleségére, fejére. Szóval ez egészen abszurd. Azt gondolom, ugyanakkor... Mi az ő kitalálása, de mi a felesége fejére? Ez most pontosan, amit akart mondani. Így nyilatkozott, ugye? Na, nem ő nyilatkozott. A központi nyomozó főügyészségnek a nyilatkozatából... Be is van ő vallomásában nyilatkozott. Idézek, igen, tehát a központi nyomozó főügyészség erősítette meg, hogy igen, elismerte a cselekményt, és a nyomozó főügyészség így fogalmazott, és igen, annak szóvivője. A megalapozott gyanú szerint a képviselő és élettársa 2013. április 28-án 0 óra, 6 óra körül, mindegy, tehát 6 óra körüli időben egy családi eseményről érkeztek haza a Fülöpházán lévő tanyájukra, ez még mindig az ügyészség. Amikor a képviselő ittas állapotban, minden előzmény nélkül ütlegelni kezdte az élettársát. Balogh József először 4-5 alkalommal a közepest meghaladó erővel, ököllel a sértett arcába ütött. Majd a hajánál fogva megragadta, és egy alkalommal a terasz fából készült korlátjához verte a fejét. Az asszony kiáltására Balogh József nevelt fia a sértett védelmére kelt, aki így el tudott menekülni a helyszínről. Ezt a történetet kellett volna benyalnunk, hogy mindezt egy vakkomondor csinálta? Igen, tehát azt gondolom, hogy ezen a ponton tényleg a viccelődés az annak nem, vége? Nem megengedett, és én épp ezért gondolom azt, hogy a Vakkomondor díj is ebben az értelemben nem okafogyott, ugyanis sajnálatos módon továbbra is ott ül a padsorokban Balogh képviselőtársam. És egyébként Szabó Tímea ma oda ment hozzá. Ezt akartam mondani, ma is ott ül. Igen, ma is ott ül, oda ment hozzá Tímea, és megkérdezte tőle, hogy hát ezt hogyan gondolja, és azt válaszolta, hogy most nincs ideje, vagy nem kíván beszélgetni, dolgozik. Hát ez a baj, hogy ő ott dolgozik. Tehát, hogy egy ilyen ember mai napig képviselő mondjuk lehet. Mondjuk ma szavazott azokról a törvényekről, amelyek az ön, az én, a mindannyiunk életét meghatározzák. Az az ember, akiről ma az ügyészség azt nyilatkozza a vallomása alapján, hogy 4-5-ször ököllel valakinek, nevezetesen az élettársának, mindegy, egy másik embernek az arcába, minden előzmény nélkül, majd a fejét beleverte egy lépcsőkorlátba. Igen. Az ez ember egészen, ott ül, mint törvényhozó. Igen, tehát ezen teljesen föl vagyunk háborodva, ugye... Lemondott, de akkor is ott ült még ma. Igen, tehát ez egészen brutális, és az a helyzet, hogy a dolog idáig eljuthatott, ez nem csak a Balogh képviselőtársamról szól, hanem arról, hogy gyakorlatilag a Fidesznek ezzel kapcsolatban végig sunyogás volt a taktikája, és sajnos azért a sunyogás a taktikája, mert nem ő az egyetlen képviselő, aki a Fideszben ilyen ügyekbe keveredett. Ott van például Lipők Sándor, akiről egyelőre sajtóírek vannak, illetve azt tudjuk, hogy nyomozás folyt vele kapcsolatban is, és hát hogyha bebizonyosodik az, amit ott az újságban lehetett vele kapcsolatban olvasni, akkor megint csak azt látom, hogy nem vakkomondorokról van szó, hanem meglehetősen brutálisan erőszakos fideszes képviselőkről. Ugye előre ki volt az az ominózus mondata, hogy miközben verte a feleségét, és az egyik munkatársa megmentésére sietett a feleségnek, akkor azt az úriembert is jól helyben hagyta, és közben azt üvöltötte, hogy tudom én, hogy a kisagyra kell rúgni ahhoz, hogy tartós hatása legyen. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban csak azért mondom, meg, vagy a nyilván, beismerő vallomás, mint Balogh képviselő esetében, vagy a rendőrségi nyomozás végét, mert különben, ha mindez nem igaz, hanem valaki galád módon őt ilyennel akarja megvádolni, akkor az is egy nagyon csúnya dolog. Így van. Na nézzük a devizahitelesek mentőcsomagját. Gyakorlatilag arról van szó, a november 1-i dátummal kellett volna itt nagy mentőcsomagot bejelenteni, ami ezek szerint mégse a nagy. Hát, hogy kiterjesztik az árfolyamgátat. Ez most kiknek segít?
Hát, ha már vádolás, akkor a kormány azzal vádolni nem lehet, hogy elkapkodja ezt a dolgot, és azzal meg pláne nem lehet a kormányt vádolni, hogy tényleg a bajban jutottakon próbálna segíteni. Most az, hogy az árfolyamgátnak a felső plafonját kiterjesztik, és most már 20 milliósnál nagyobb értékű ingatlan esetében is igénybe lehet venni, ez megint nem segít azokon az embereken, akiknek érdemi segítségre lenne szüksége ahhoz, hogy ki tudjanak lábolni abból a mély családi válságból, amibe kerültek, és amiben egyébként egyre mélyebbre csúsznak Orbán Viktor kormányzása alatt. Tehát tudjuk jól, a Magyar Nemzeti Bank, a Matolcsi által vezetett Magyar Nemzeti Bank egyik jelentéséből, hogy a déviza hitelesek helyzete a 2010-es kormányváltást követően romlott jelentősen, részben a Fidesz kormányzásának köszönhetően romló forint árfolyam miatt. Tehát ezekkel az emberekkel a Fidesz nem hajlandó foglalkozni, azokkal sem, akik a Fidesz rossz kormányzásának hibájából elvesztették a munkájukat, munkanélkül vannak, ővelük mi lesz, ők hogyan fogják tudni törleszteni a részleteiket, hát, velük igen, sem akár foglalkozik a kormány. Árfolyamgátos vagy bárminek nevezett törlesztő részletet nehéz fizetni, hogyha valakinek nincs munkája és nem keresi meg az erre való pénzt. Az első árfolyamgátnál, amikor még megvoltak a feltételek, amit most ki akarnak venni belőle, például 90 napnál régebbi lejártú tartozás esetén nem lehetett ezt az árfolyamgátot igénybe venni az első konstrukcióba. Most ezt kivették belőle, tehát akinek 90 napnál nagyobb vagy hosszabb ideje tartozik, ő is beléphet az árfolyamgátba. De amikor még megvolt ez a feltétel, és több mint 400 ezer hitelfelvevőt érintett ez, nem volt 40%-uk, akik igénybe vették volna. Tehát, hogy ott sem sikerült a teljes kört megmenteni, még a felét sem. Hát ez a pénz, nem, ha most valaki azt gondolta, hogy november 1-től megmenekül a hitelétől, és ilyen mindentől kezdve nem kell fizetni, az nagyon nagyot tévedett, de még csak a könnyítésre tudom, hogy ki lehet ezt biztos ki lehet számolni, hiszen ez egy forint számlán gyűlik, amit most kevesebbet fizet, pontosan. Az gyűlik, és azt majd később. Tehát, hogy megmentésről az ő esetükben sem lehet beszélni, tehát maximum egy időbeli széthúzása van a problémának, amit én nem akarok lekicsinyleni. Lehet, hogy ez valakinek segítség. Ez így van, de mondom még egyszer, azok, akik érdemben segítségre szorulnának, azoknak, akiknek ugye nem volt pénze arra, hogy végtörlesztés cím szaladt a párna alól, erről láncsanak több millió forint megtakarított pénzt, vagy akik elvesztették a munkájukat, ezekkel nem kezd, mint a kormány, Ócsai lakóparkot épít, ami egy csúfos kudarc, hiába próbálja most egyébként a Király TV-n népszerűsítő propaganda műsorokban elmagyarázni, hogy ez miért egy zseniális ötlet, ezzel nem lehet érdemi segítséget adni, arra lenne szükség, hogy például, hogyha valaki elvesztette az álláshelyét, elvesztette a munkájét, akkor 10 000 forintban maximalizáljuk a törlesztő részletet. Ez egy érdemi segítség lenne azoknak az embereknek, akiknek De most csak gyűlik a tartozás. De ez egy nagyon-nagyon fontos lépés annak érdekében, hogy ez az ember az alatt az időszak alatt, amíg nincsen munkahelye, az alatt egészen egyszerűen ne fulladjon bele az adósságba. A másik oldalon pedig ott van egy olyan ingatlanapot kellene létrehozni, ami gyakorlatilag az eszközkezelő logikája mentén, de ennél nagyságrendekkel több embert érintően azoknak nyújtana segítséget, akik tényleg az fenyegeti, hogy végleg kihullik a társadalomból azáltal, hogy nem tudja fizetni a törlesztőket. Mindesetre erről az igazi nagy mentőcsomagról holnap már szavazni fog a parlament. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Most jön az Újságíró Klub Németh Péter vezetésével, aki már várja is önöket, és már is elmondja, hogy milyen témákkal. Szervusz! Szervusz, Olga, jó estét kívánok! Hát én a magam részéről őszintén sajnálom egyébként, hogy a magyar politikából egy ilyen népmesei figura kihullott, mint a vakkomondor, pedig oly szépen tartotta magát idáig. Természetesen erről is beszélünk, és beszélünk mindarról, ami az elmúlt napokban történt, például a Horthy szoborról, és ha már szoborról beszélünk, akkor szóba kerül az is, hogy ezt a másik bizonyos szobornak nevezett Hungarocell alkotást ledöntését a rendőrség vizsgálja garázdaság ügyében nyomoznak. Szóval van itt a magyar politikai életben néhány furcsaság, hogy csak ezeket említsem most, de mások is szóba kerülnek majd. Köszönöm szépen, önöknek is még egyszer a figyelmet, találkozunk holnap este, addig is viszontlátásra.